Hosszú előkészítő munka eredményeként decemberben elfogadta az országgyűlés azt az 1000 oldalas jogszabálymódosítási csomagot, amely több mint 80 törvényt módosít. Ennek kiemelt célja a bürokrácia további csökkentése. Ez évek óta a kormány egyik kiemelt feladatának számít. Ennek köszönhetően az állampolgároknak egyszerűbbé válik az ügyintézés bizonyos esetekben, de a kormányhivatal életében is komoly változást jelent. Ilyen például, hogy a közgyúgy ellátásra jogosító egyéves igazolványok már 2 évre érvényesek, a 2 évre szólók pedig 4 évre, tehát ritkábban kell ezeket megújítani, illetve megszűnik az évenkénti felülvizsgálat azoknál a megváltozott munkaképességű személyeknél, akiknél nincs remény arra, hogy megjavul az egészségi állapotuk, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. Román István hozzátette, olyan dolgokat szerettek volna kiszűrni a jogrendszerből, amelyek feleslegesek az államnak és az állampolgároknak egyaránt. Bürokrácia csökkentés az a tipikus never ending story, tehát a soha véget nem érő történet, mert folyamatosan, ahogy a mindennapi használatban kell az ügyeket intézni, előkerülnek újabb és újabb ötletek, amivel lehet egyszerűbbé tenni. Itt a legfontosabb irány azt gondolom, hogy a digitalizáció. Ebbe az irányba is sokat haladtunk már, de hát a végső cél az valahol mégiscsak az lenne, hogy olyan esetekben, ahol nem feltétlenül szükséges az állampolgárnak személyesen megjelennie, ezt ne kelljen megtennie, hanem otthonról is tudjon ügyeket intézni. Az idei egy nagyon szorgalmas és egyben mozgalmas év volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal életében. Több beruházásnak is a végére értek. Évelején befejeződött a megyei kormányhivatal 7 épületének felújítása. Az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően nyílászárókat cseréltek, homlokzatszigetelés történt, korszerűsítették a fűtésrendszert és tetőszigetelést végeztek. Az egyik megújult nyíregyházi épület a Zöld Irodaház. Ez teljesen új külsőt kapott, miközben megőrizte régi arculatát. Ez városképi szempontból is fontos. Az irodaházban 2 jelentős főosztály is dolgozik, a foglalkoztatási és az agrárvidék fejlesztési. 3 településen, Mátészalkán, Fehérgyarmaton és Nyírbátorban is új járási hivatalba költöztek a kormányhivatal dolgozói, illetve ide várják az ügyfeleket is. További pozitív előrelépés a megyében, hogy sikerült 8% alá csökkenteni a munkanélküliségi rátát, tette hozzá Román István. Nyilvánvalóan itt ez nem csak a kormányhivatalnak az érdeme, hanem gyakorlatilag aznak a pozitív folyamatoknak, amik zajlanak a megyében a munkaerőpiacon. Hogy egy konkrét számot azért mégiscsak mondjak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal az idei éven 13 ezer megyebeli honfitársunknak az elhelyezkedéséhez járult hozzá, vagy valamilyen támogatott foglalkoztatás, vagy pedig kiközvetítés segítségével, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám is minden korábbi számot meghalad. Mi abban bízunk, hogy ezek a folyamatok folytatódnak a következő éven is. És a harmadik terület, ami nagyon sok munkát adott nekünk, ezek a kiemelt kormányzati beruházások. 144 ilyen beruházás zajlik a megyében. Ezekben találhatunk útépítéseket, nagyobb ipari parkokat, cégeknek beruházásait, gátfejlesztéseket is még lehetne ezeket sorolni, szennyvíz beruházásokat például. Ezekben az esetekben gyorsított eljárás keretében kiemelt figyelemmel kell azon dolgoznunk, hogy minél hamarabb megszülessenek a beruházáshoz szükséges engedélyek, és a használatba vétel, a működés is minél hamarabb megkezdődhessen. Ezeken túl is számos feladata van a kormányhivatalnak. A 2020-as évben a korábban említett jogszabályi változásokra is fel kell készülniük. Például az építésügyi feladatok a járásszékhelyek jegyzőitől átkerültek a kormányhivatalhoz. Az ilyen módosítások szakmai kihívást is jelentenek az ott dolgozók számára.